A kamara a vállalkozók közösségeként a 2021-es évben is aktívan működött. A közel két éve tartó koronavírus járvány során mindvégig igyekezett segíteni a vállalkozásoknak. Egyik oldalon kiadásokat szerettek volna csökkenteni, országos, megyei és városi szinten egyaránt, a másikon pedig a finanszírozás területén támogatni a cégeket. Elértük azt, hogy a kis- és középvállalkozások részére 50%-kal csökkent az iparzési adó, elértük azt, hogy minden adó, amit befogyasztottak Magyarországon, tehát nem lehet emelni olyan adót, ami a vállalkozásoknak a terhét növeli. Elértük azt, hogy 21-ben 3,5%-kal csökkent a bérjellegű kifizetéseknek az adója. Tehát egyik oldalon kiadásokat próbáltunk csökkenteni megyei, országos és, és városi szinteken. A másik oldalon a finanszírozásban szerintem a legtöbbet a Széchenyi kártyával tettük. Egy nagyon kedvező kamatozású és fix kamatú Széchenyi kártya hitelkihérdések voltak az elmúlt évben, és a, tényleg a munkatársaink óriási teljesítettek, még szombaton is dolgoztak, hogy az összes vállalkozás a vállalkozó, aki, aki ezt igényli, az meg tudja kapni ezt, ezt, a, ezt a kedvező hitelt. Pintér péntek Imre szerint a vállalkozások egy része gyorsan alkalmazkodott a kialakult helyzethez. Elsősorban azért, mert az ő területeket nem érintette igazán a járvány. Voltak azonban szektorok, melyek igazán nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött, elég csak a vendéglátásra gondolni. Igyekeztek azonban segítőkezet nyújtani a vállalkozásoknak, és különböző programokkal már a tovább lépésen is elkezdtek dolgozni és arra gondoltunk, hogy jó, akkor kérdezzük meg a megyébe lévő vállalkozóknak azt a részét, és közéleti személyiségeknek, akit mire illatónak tartunk, és, és egy olyan 200-250 emberrel ültünk le, három munkacsoportban, ez Győr az egyik, most a és a Rába köz, ez így, így, áll össze, hogy mit gondolnak jelen pillanatban a régió gazdaságáról, és milyen kitörési pontokat látnak ebben a történetben. Ez a munkacsoport elvégezte félre volt a tevékenységét, letette azokat a javaslatokat, amit ő olyannak szán, hogy, 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 hogy kitörési pontok, és most következik az a rész, amikor az önkormányzatokkal megkötjük azt a szerződést, hogy létrehozunk a javaslatoknak a, 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 feldolgozására az önkormányzatok, az egyetem és a kamara közös csoportját, aki, aki nekiáll és pontról pontra végig megy és megnézi, hogy ezek megvalósíthatóak-e. A 2022-es esztendő kapcsán a kamara elnöke azt mondta, továbbra is alkalmazkodnunk kell a koronavírushoz. Úgy véli, meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy együtt élünk vele. Pintér Péntek Imre szerint a régió jövőt érintő legnagyobb kérdés az, hogy hová tart a világ a járművekkel kapcsolatban. A járművekkel jelen pillanatban három kérdés van. Mi fogja a járművet hajtani, ki fogja vezetni, hogy ez egy ugye, robotok vagy, vagy mi. És a harmadik kérdés, mind a telefon egyszer már föltettük, hogy ez simán maradni fog egy, egy szállítóeszköz, vagy annál sokkal több lesz. Erről a következő 5 tíz évben válaszokat fogunk adni, és reméljük, hogy ezek a válaszok, és a válaszok után megjövő, megjövő gyártási folyamatokban ez a régió még jobban ki fogja venni a részét, mint, mint idej kivette. Ennek van egy, ugye, egy óriási gyár egység, ami, ami, amit ami a mi életünkben nagyon fontos, úgy hívják, hogy Audi, és az Audi beszállítói rétege de van egy szétsengyi egyetemünk, amelyik, amelyik egyre erőteljesebben működik, éppen a jövő héten hétfőre száttazdva az új Science Park, ahol ahol remélhetőleg, hogy olyan kutatások indulnak meg, meg olyan fejlesztések, amelyik jó hatással lesznek a régió autóiparára. A kamara elnöke reméli, hogy Európa ezt a csatát jól fogja megbívni az új kihívónkkal szemben, akit úgy hívnak Kína és az ázsiai térség. A vezető abban bízik, hogy az öreg kontinens továbbra is az autóipar első számú földrésze lesz mint ahogy az elmúlt 20-30 évben is volt.